A közösségi értékekre és annak megtartó erejére hívja fel a figyelmet az idén 7. alkalommal megrendezésre kerülő Közösségek Hete országos rendezvénysorozat, amelyhez a Babits Mihály Kulturális Központ ismét különböző programokkal csatlakozik május 8-a és 14-e között. Lehetőséget és teret kívánunk biztosítani mi is itt a megyeszékhelyen annak a számos kiváló civil egyesületnek, baráti társaságnak, családi közösségeknek, akik saját magukat is kicsit bemutatják, illetve az a sok-sok szekszádi civil egyesület pedig a saját tevékenységén keresztül mutatja be, hogy mennyi mindent tesz Szekszárd város népszerűsítésére és kultúrájáért. Többek között május 13-án az intézmény a Szekszárdi Humánszolgáltató Központtal egy családi napra invitálja a lakosokat. Ennek során gulyásfőző versenyen, kézműves foglalkozáson, interaktív érzékszervi játékokon és egy vetélkedőn is részt vehetnek az odalátogatók, illetve rajz- és fotópályázat eredmény hirdetése is sor kerül a rendezvényre. Mindig vannak partnerek, akik megjelennek ezeken a rendezvényeinken. Az idén az egészségfejlesztési iroda jön természetesen az ő egészségsátorával, ahol különböző lehetőségek lesznek, majd az egészséges életmóddal kapcsolatosan lehet beszélgetni, és mindenfélét meg lehet mérni, és ki lehet próbálni. A rendőrség jön, illetve a Rév-szenvedélybeteg segítő szolgálat is jön egy programmal. A Közösségek Hete keretein belül egyebek mellett folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem programsorozat, és az Aliszka Brass Band egy önálló hangversennyel kápráztatja el majd a közönséget.